A kamarga világ egyik legrégebbi fajtája, valószínűleg korunk előtt is jelen volt. Ősei kérdése továbbra is fennáll, nem tudjuk, milyen befolyásuk lehetett a keleti, berber, ázsiai és kelta lovaknak. Úgy gondolják, hogy mindegyik szerepet játszott, többé-kevésbé fontos, amikor a vadonban egymás között szaporodtak. Számos elméletet terjesztettek elő, de egyik sem biztos. Az első az lenne, hogy a kamarga régió mocsarai nőshonos ló. A másik azt feltételezi, hogy a berber ló befolyásolta, amelyhez hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. A harmadik a kelta lovak hatását követi nyomon, amelyek harci képességeik miatt népszerűek voltak. A negyedik az lenne, hogy a szolúri ló rokonságban állna a kamarglóval. Az utolsó az lenne, hogy a kamargló a zsevalszkiról szállna le. Bárhogy is legyen, az biztos, hogy a kamargban legalább a római kor óta emlegetik a vadlovakat. 1729-ben létesültek a régióban az első mérraktárak, hogy a kamargból harci ló váljon. De ez a próbálkozás nem fog pozitív eredményt adni. 1806-ban ugyanazzal a céllal ismét keresztezéseket hajtottak végre a provanci ménes birtokokban, amelyeket első Napóleon újjá szervez, aki különféle eredetű méneket vezetett be. A kamargló volt a munka alapja, így Napóleon seregei 1807-ben nagyszámú lovat rekviráltak a régióból. Ekkor kezdődik meg a faj elfajulása. Mindenekelőtt azért, mert a tenyésztők attól tartva, hogy látják lovaik távozását, megválnak a legjobbaktól, hibás lovakra cserélik őket, amit a hadsereg minden bizonnyal figyelmen kívül hagy. Ekkor az 1789-es és 1791-es járványokat és betegségeket okozó árvizek is szerepet kapnak, a kancák életerejét befolyásolva. Míg a kamargló már gyenge, legeltetése csökkenni fog a mocsarak megtisztítása és kiszáradása miatt. Ezt a sötét időszakot követően a legszebb lovak végleg elvesznek. 1875 körül a több mint egy évszázadig tartó hanyatlás felerősödik, 1905-ben már csak mintegy 15 csorda marad. Az igás lovakat előnyben részesítő mezőgazdaság tovább gyengíti a fajtát, amikor a gazdák breton lovakat és vontató lovakat importálnak Maine-ből. 1950 körül a gépesítés általánosítása felkerült a kamargló előtt álló akadályok hosszú listájára. Noha kihalása elkerülhetetlennek tűnt, a kamargi lovat megmentik a teljes egészében a régióban forgatott Trimblan című filmnek köszönhetően, amely egy vadmérről mesél, akinek egy gyermek segített. A tenyésztésben és az állományok szervezésében sok változás következik be a következő években. Az Egyesületet 1964-ben hozták létre a fajta megőrzéséért aggódó tenyésztők. 1978. március 17-én elfogadták a Kamarg regionális természeti park létrehozását, amely lehetővé teszi a fajta új szelekcióját. 1995-től a Kamargba 1 millió látogató érkezik, és megszaporodnak a turisztikai tenyésztések, ami a tenyésztőket rendeletalkotásra készteti. Körülbelül 8000 lóból álló csordájával a Kamarg az egyik utolsó vadon élő képviselője Franciaországban.